És most szakértők válaszol. Következik Celsius rovatunk az antiklímával. Minden, amit a hűtésről, fűtésről tudni kell. Praktikák, trükkök és műszaki tudnivalók a klímák és a fűtéstechnika világából. A mikrofonnál Tokai Róbert kérdezi az antiklíma szakértőjét. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Celsius rovat a Paks FM-en, ahol az antiklíma szakértőjével, Baldauf Antallal, az antiklíma ügyvezetőjével beszélgetünk a klimatizálás, a hűtés, fűtés, a csinyáról, binnyáról és a legfontosabb klimatizálással kapcsolatos információkról. Ismét üdvözöllek a stúdióban, Anti, szervusz! Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia! Hát továbbra is tart a fűtési szezon, továbbra is a remegő kézzel nyúlunk be a postaládába, amikor mondjuk sok esetben megjönnek mondjuk ugye a rezsiszámlák, hát és nyilván azért ebben az időszakban hát hatványozottan fontos az, hogy mondjuk a lehető legenergiatakarékosabb megoldásokat próbáljuk ugye megteremteni ugye az otthonainkban, annak érdekében, hogy ugye lehető legpénztárcabarátabb módon tudjuk ugye a fűtésünket ugye biztosítani. Ebben az időszakban nem tudom, észrevettél esetleg olyan változásokat, ami mondjuk ezt támasztja alá, hogy az emberek próbálkoznak egyébként megoldani valahogy ezt a dolgot, hogy látható már az, hogy mondjuk így az energiahatékonyabb megoldások felé mozdulnak az emberek? Igen, ugye észrevettem azt, hogy pláne most így az év elején, ugye megkapta mindenki már az első, vagy akár a második fűtésszámláját, vagy villanyszámláját, és most elég sokan cserélik le a régi készülékeket, tehát azzal keresnek meg, hogy korszerűsítsük a klímákat. Mert elég nagy volt a fogyasztás, tehát ugye azért a régebbi, akár ilyen több éves, vagy esetleg a nem megfelelően megválasztott készülékek, ugye azért többet fogyasztanak, mint ezek az új korszerű klímák. Tehát beszéltünk ugye már korábban is erről, érintettük ugye ezt a kérdést, hogy hát gyakorlatilag ugye ahogy azért fejlődtek ezek a klímakészülékek mondjuk az elmúlt 20-30 évben, azért elég jelentős változásokon mentek végig, és hát gyakorlatilag jóval energiahatékonyabbá váltak. Ha egy kicsit konkretizálni akarjuk, akkor például mondjuk azt mondom, hogy mondjuk egy 20 évvel ezelőtt beszerelt klíma, ha még egyáltalán működik, akkor mennyivel rosszabb például az energiahatékonysága, mint egy mai modern készüléknek? Most például most, ha nem menjünk vissza 20 évre, mert a 20 éves készülékek azok nem alkalmasak igazából fűtésre, de mondjuk egy ilyen 11-pár éves készülékek azért még nem inverteresek például. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy tehát az inverter szabályozza ugye a fogyasztást is, tehát ugye amilyen hőfokra van szükség, tehát annak mértéken fogja fogyasztani gyakorlatilag így tök egyszerűen elmondva. És hát ugye a régiek azok nem voltak erre alkalmasak, tehát az bekapcsoltuk, és akkor az ment addig, amíg ki nem kapcsolt, vagy esetleg mi ki nem kapcsoltuk. Ez azért is fontos, ugye, mert mindig szoktam mondani, hogy amikor szeretnénk egy bizonyos hőmérsékletet elérni mondjuk egy helységbe, akkor ne kapcsolgassuk ki a készüléket, hanem mondjuk ha 22 fokot szeretnénk, akkor állítsuk be 22 fokra, vagy 21-re, vagy 23-ra, teljesen mindegy mennyire, és akkor hagyjuk úgy, tehát az úgy fogja elérni az optimális fogyasztást, hogyha működik a nap 24 órájában. Tehát, hogy kikapcsoljuk, ugye, akkor mondjuk lehűl a helység akár 10 fokkal is a kívánt hőmérsékletek után, amikor bekapcsoljuk, akkor persze, hogy megy szegény, ugye dolgozik szinte majdnem maximális teljesítménnyel egészen addig, amíg el nem éri azt a hőfokot, amit szeretnénk. Na most ugye az ami ki volt kapcsolva mondjuk 10 órára, akkor azt el fogja fogyasztani abban a 2 órában, még fölmelegszik ugyanarra a hőmérsékletet, tehát ergo ugyanott vagyunk, mint hogyha ment volna non-stop a klímánk. Tehát úgyis visszaszabályoz, tehát ez nem fog menni folyamatosan fullon, nem fog folyamatosan fogyasztani több száz, vagy mit tudom, 1 kilowattot. Sokan egyébként tévhitben vannak, tehát hogy 3,5 kilowattos klímáról azt gondolják, hogy 3,5 kilowattot fogyaszt, most ez nem így van. Tehát azért ezek a mai készülékek ilyen 1 kilowatt körül fogyasztanak. Maximum óránként, ugye? Igen. De természetesen, ugye, amikor már visszaszabályoz, vagy elérte a hőfokot, vagy csak mondjuk éppen hőn tart, akkor lehet, hogy csak 30-40, 50 vagy 70 wattot fogyaszt. Hát az meg gyakorlatilag már majdnem annyi, mint mondjuk egy régi hagyományos lámpaizzó. Így van. Tehát azért már mondhatjuk, hogy azért tényleg igen energiatakarékos, meg hát pénztárcabarát megoldás. Igen, pont ezt akartam, hogy akkor gyakorlatilag tényleg javasolhatjuk azt, hogy inkább egy állandó hőmérsékleten tartsuk akkor a klímaberendezést, és akkor, hogyha jól értelmezem, akkor az, amint elérte gyakorlatilag azt a hőmérsékletet, ugye a helység levegője, amit akkor szerettünk volna ugye elérni, akkor a klímakészülék az ilyenkor egy ilyen takarékosabb üzemmódra vált, ezt úgy kell elképzelni, vagy akkor kikapcsol, vagy ezt akkor hogyan tudjuk közérthetővé tenni?
Hát ez ugye típustól függ, tehát valamelyik ugye teljesen kikapcsol, valamelyik hőn tartja, tehát a ventilátor fokozat működik rajta, tehát keveri a levegőt, és akkor ahogy csökken a hőmérséklet, akkor visszakapcsol, szép lassan, fokozatosan, tehát soha nem úgy kapcsolnak be ezek az újak már, hogy na, akkor fogom, és akkor be, mint a régi on-off-os gépek. Uh-huh. Ugye ott azért volt baj, például a régebbi hálózatok voltak, mindjárt leverte a kis megszakítót, mert nem bírta el a hálózat. Aha. Itt ugye szép fokozatosan építi fel ugye a maximális teljesítményt. Uh-huh. És hát ugye nem beszélve arról, hogy ugye most jön elő az a probléma, amiről ugye beszéltünk már az elmúlt pár adásban is, hogy nem jó van megválasztva, nem megfelelően választottak ki a készüléket. Aha. És ugye nem egészen úgy működik, ahogy szeretnék. Tehát mondjuk egy alulméretezett gép az nem fogja azt a fogyasztást produkálni, amit adott esetben ugye előír a gyártó, mert ugye állandóan fog működni. Igen. Úgy, ha alul van méretezve, akkor nem kapcsol ki gyakorlatilag. Igen. És ez miatt fogyaszt sokat. Értem. Most említetted ugye, hogy akkor egyre többen modernizálják ugye a klímakészüléküket most így az éveleje fele, ugye téged is akkor sokan keresnek, igen, ugye, igen, ezzel, igen, kapcsolatban. Feltűnően sokan most egyébként ugye január-februárban. Igen, nyilván ez azért is örömteli, mert sokan gondolkodnak akkor már úgy, hogy egyre energiatakarékosabb eszközöket szereljenek be az otthonukba. Mi szokott általában lenni a módja ennek a cserének? Tehát teljesen leszerelitek akkor a régi kültéri, beltéri egységet, újra telepítitek az új klímát, vagy van, ami még esetleg a régiből felhasználható? Ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban? Hát általában ez úgy történik, hogy teljesen leszereljük természetesen, és az új készüléket nem tudunk semmit felhasználni. Tehát ugye most vásárolsz egy autót, egy újat, abban már nem raksz régi alkatrészt, tehát ez ugyanúgy erre is igaz. Hát ez igazából több probléma van, mert le kell szerelni a régi készüléket. Általában ugye a régi készülékek nem felelnek meg a mostani szabványnak, tehát nem ugyanott vannak a lukak, nem ugyanott vannak a fulatok, és hát ez a több probléma van, mert ugye azt el kell tüntetni, de hát természetesen megoldjuk ezt is, csak hát ez egy kicsit hosszatalmasabb. Mindig szokták kérdezni, hogy mit tud csinálni a régi készülékkel, hogy beszámítjuk-e az árba. Hát mondtam neki, hogy ezt sajnos nem tudom, mert ez ugye veszélyes hulladék igazából. Aha. Tehát ezt vagy ő tudja leadni, vagy én is csak úgy tudom valahol leadni, ahol ugye, mert benne van még a régi hűtőközeg, a klímagáz, azt le kell fejteni, és csak úgy lehet leadni esetleg a telepen. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy fogom aztán bedobom a kukába? Nem. Igen. Hát most nyilván meg lehet tenni, de... Jó vége nem lesz, így van, senkinek nem javasoljuk. Jó, gyakorlatilag akkor mondhatom, hogy akkor itt a fűtési szezon kellős közepén akkor még javában megy akkor végül is a munkátok, és hát egyre többen választják akkor vagy egy újabb klímakészülék beszerelésének lehetőségét, vagy akkor hát gyakorlatilag a régi elavult fűtési rendszernek a klímára történő kiváltását. Ezzel kapcsolatosan, ha jól tudom, akkor tart még az akciótok. Mit lehet erről tudni egyébként? Igen, az akciónk ugye március 15-ig tart, ami minden készülék, tehát az akciós készülék nettó árából 10% kerül levonásra. Tehát úgy értékesítjük a készülékeket. Van még elég sok fajta, vagy elég sok típus, és hát ugye ezt mindig szoktam mondani, aki telefonon hív, hogy menjünk ki személyesen, beszéljük át, hogy milyen le van szükség. Tehát kérdezik mindig, hogy melyik az akciós, mondja meg, mert ő abból szeretne, és akkor mondtam, hogy beszéljük meg, kimegyek, és akkor kiderül, hogy ez éppen jó-e neki, vagy egy másik típus lenne megfelelő az ő számára. Tehát akkor egy helyszínfelmérés az mindenképpen nagyon fontos ebben a dologban is. Így van. Hol találnak meg téged egyébként, milyen fórumokon? Hát ugye az antiklima.hu weboldalon vagyunk elérhetőek, aztán e-mailbe is elérhető vagyok az anti.klimaszerelés@gmail.com-on, vagy telefonon a 30-as körzet 22 77 257-es telefonszámon, vagy Facebookon. Illetve még a Facebookon, így van. Biztatok én is mindenkit, hogy aki klimatizálással kapcsolatosan releváns információt szeretne kapni, akkor bátran keresse az Antiklímát, és Anti, neked pedig nagyon szépen köszönöm a héten is a részvételedet itt a rovatban, jövő héten folytatjuk. A hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további kellemes napot mindenkinek. És további szép napot kívánok mindenkinek. Szakértőnk válaszolt. Celsius rovatunkat hallottátok az Antiklíma szakértőjével. Paks FM összeköt.